A halálos munkabalesetek negyede-ötöde a mezőgazdasági ágazatban történik, melyek nagy részét a traktorokkal és más munkagépekkel történő gázolás, valamint ütközés okozza. A kialakult helyzet miatt az ágazatban tavasszal országos célvizsgálat kezdődött, mely a tervek szerint egészen szeptember végéig tart. Az ellenőrzésekre való felkészülést a megyei Agrárgazdasági Kamara is segíti. Az Agrárgazdasági Kamara már rendezett is két ilyen nagy rendezvényt, és három tervbe is van, ahol a foglalkoztatóknak, a gazdálkodóknak felhívjuk a figyelmüket, hogy a balesetoktatást minden alkalommal tartsák meg ezeknek az alkalmazottaknak. Kap is egy olyan jogosultságot, aki részt vesz ezen a továbbképzésen, nevezzük továbbképzésnek, hogy ő 5 évig jogosult az ő általa foglalkoztatott, akár alkalmi, akár ilyen egynapos bejelentéses foglalkoztatásban, hogy felhívja a veszélyekre a figyelmet, éppen ennek a baleseteknek a számának a csökkentése érdekében teszi ezt a kamara. A vizsgálat a mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, halászattal foglalkozó munkáltatókat érinti. Az ellenőrzéseknél főként a munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények megvalósulását, illetve a védőfelszerelések biztosítását ellenőrzik. A baleseteknek a zöme 80%-a a 50 fő alatti vállalkozásoknál, tehát az úgynevezett kisvállalkozásoknál következik be, ahol kevesebb anyagi lehetőségük van, hogy a munkavédelemre anyagi eszközöket, pénzt fordítsanak. A másik pedig a dolgozók hozzáállása. Itt fontos az oktatás, a képzés, hogy meglegyenek az orvosi alkalmassági vizsgálatok, és hát a dolgozóknak határozott, egyértelmű utasításokat adjanak a feladatuk elvégzésére. Kukucska István hozzátette, ezen felül nagy hangsúlyt helyeznek a munkaeszközök és gépek felülvizsgálatára, melyet a katasztrófavédelmi hatóság felé be is kell jelenteni, és a vizsgálat eredményét dokumentálni is kell.